Magyari Gábornak így is már csak 14 perc maradt a negyed órából. Ő annyiból kedvezőbb helyzetben van a többieknél, hogy a múltkor szintén a MANT szervezésében tartottunk egy önálló programot az európai űrhajós toborzás meghirdetése alkalmából, ahol Gábor nagyon sok mindent elmondott, és ennek a felvétele megtekinthető a MANT honlapján, a YouTube csatornán. Tehát Gábor, én most arra kérnélek, hogy az Európai űrhajós kiképző központ és a képzési rendszer című előadásodban csak röviden utalja arra, hogy miről volt szó abban a múltkori beszélgetésben, és az újdonságokat mondd el most. Tied a szó, Gábor. Mindenképpen igyekszem eleget tenni ennek a kérésnek. Nem leszek hosszú, bárki, akinek majd a későbbiekben kérdése lesz esetleg az űrhajós kiképzéssel és repüléssel kapcsolatban az Európai űrügynökség keretein belül, az nyugodtan elér minket a Magyar ÉZA delegáció naprendszerkutatási és emberes űrrepülési program bizottságának delegációját. És akkor pillanat csak. Akkor nem fogok arról beszélni, hogy Magyarország természetesen már teljes jogú tagja az Európai űrügynökségnek, ami azt jelenti, hogy mi befizetéssel élünk az emberes űrrepüléssel kapcsolatos programokba, így ezért megnyílt számunkra is a lehetőség, hogy egy magyar állampolgár Magyarországról jelentkezhessen az emberes űrrepülés programba. Látjuk azt, hogy maga az ÉZA egyébként most már mondhatni, hogy egy interkontinentális szervezetté nőtte ki magát. Ez azt jelenti, hogy mind Európában, mind pedig Európán kívül találhatóak olyan kísérletező helyek, vagy pedig akár indító állomások, amelyek lehetővé teszik azt az Európai űrügynökség számára, hogy a lehető legszéles körben tudja kamatozni azt a tudást, amit megszerzett az utóbbi évtizedekben. Ugye Szentpéter Laci már beszélt azokról az eszközökről, amikkel el tudunk jutni a világűrbe. Azt fontos kiemelni, hogy jelenleg az Európai űrügynökség az nem rendelkezik emberes űrrepülésre alkalmas űreszközzel, így a szerződött partnerekkel, mint például az orosz Roscosmos, ugye a kereskedelmi partnere a SpaceX, illetve ugye a NASA az, akivel el tudja érni a világűrt, és hát nagyon reménykedünk abban, hogy majd a Boeing szerződés is sikeres lesz, és a Boeing Orion program keretein belül is még egyel bővül azon eszközök száma, amivel elérhetjük a világűrt. Na most ez nagyon pontosan kapcsolódik egyébként magához a kiképzéshez, ugye itt nagyon sok szó esett magáról a kiválogatásnak a fontosságáról, hogy a humán faktor az mekkora szerepet játszik egyébként az űrhajózás mindennapjaiban. Beszéltünk ugye a pszichológiai vonzatokról is. Természetesen ez mind a kiválogatás része egy űrhajós képzésnek, viszont ettől függetlenül, hogyha van egy alkalmas jelöltünk, az még nem jelenti azt, hogy ő rendelkezik a megfelelő tudással és kompetenciával azzal kapcsolatban, hogy végre tudja hajtani a feladatot. Ezért nekünk mindenféleképpen meg kell vizsgálnunk azt, hogy szeretnénk a világűrt felhasználni, milyen stratégiai céljaink vannak, hova szeretnénk eljutni. Ugye tudjuk azt, hogy megkezdődött az új űrkorszak, a második űrkorszak, ami katalizálja a hosszú távú űrrepüléseket, szeretnénk eljutni újra a hold felszínére, szeretnénk elérni a Marsot, tehát mindenféleképpen számolnunk kell azzal, hogy itt olyan embereket kell felküldenünk a világűrben, akik képesek ezeket a feladatokat a lehető legszélsőségesebb körülmények között is végrehajtani a megfelelő felkészültség mellett. Ugye az előző utaltam, és szeretném az elnök úrnak a kérésének eleget tenni, hogy itt most visszautalnék a MANT által szervezett kerekasztal beszélgetésre, ahol a űrhajós egy napját megpróbáltuk kitárgyalni minden szempontból, illetve arról is beszéltünk, hogy akkor, amikor az űrhajósok éppen nem a levegőben vannak, vagy illetve nem a világűrben tevékenykednek, ők itt a Földön segítik az éppen aktuális küldetésen tevékenykedő vagy résztvevő kollégáikat, úgyhogy ez egy nagyon fontos szempont a tréninggel kapcsolatban, hogy ez olyasmi, mint a jó pap holtig tanul, tehát hogyha valaki esetleg űrhajósnak adja a fejét, annak számolnia kell azzal, hogy folyamatos képzésekre, folyamatos frissítésekre kell járnia, és folyamatosan benne kell lennie ebben az egész körforgásban. Ugye itt meg tudjuk azt nézni, amikor egy tréninget dolgozunk ki, és azt mondjuk, hogy rendben van, ismerjük a céljainkat, ismerjük azt, hogy mit szeretnénk elérni, és le kell írnunk azt, hogy mi az az ideális ember, mi az az ideális
astronauta, akit mi ki szeretnénk képezni. Nyilván ennek egy részét a helyes kiválogatásból, ahogy azt láthattuk az első előadásban, le tudjuk fedni, viszont nagyon fontos az, hogy azokat a kulcskompetenciákat, amelyeket kiválogattunk és amiben rendelkezünk, azokat tovább tudjuk fejleszteni, illetve hasznosítani tudjuk. És nyilván itt most nem szeretnék megint csak ismételni, de itt természetesen ezen a listán látható a flexibilitás, ugye a fizikai tűrőképesség, illetve a legénység felhasználása, megfelelő felhasználása, ez azt jelenti, hogy a különböző legénységi tagok közötti kommunikáció az a megfelelő gördülékeny szakmai formában tud működni, így mindenki ki tudja használni a csapattársának a erősségeit, illetve gyengeségeit adott esetben. Ugye maga a humán faktor, megint csak nem szeretnék visszautalni az előző előadásokra, az egy nagyon markáns szerepet játszik ebben az egészben. Ugye nyilvánvalóan azt látjuk, hogy a technológia az hatalmasat fejlődött az utóbbi évtizedekben, és ez még tovább fog fejlődni. Haladunk az automatizálás felé, haladunk afelé, hogy a lehető legszinergikusabb kapcsolat legyen mind ember, mind pedig gép között, ugye ez a kapcsolat a man and machine között. Ehhez természetesen elengedhetetlen maga az ember, de elengedhetetlen egy olyan technológia is, ami lehetővé teszi azt, hogy mi a lehető legszinergikusabb munkakörnyezetet teremtsük meg, és a lehető legkisebb veszélyforrásnak tegyük ki az asztronautákat a munkavégzés során. És akkor itt elérkezünk oda, hogy amikor mi ki szeretnénk dolgozni egy ilyen tréninget, akkor mi fordulhat meg a fejünkben az Európai űrügynökség kiképző központjában? Hát mi szeretnénk egy olyan hivatásos asztronauta tréninget létrehozni, ahol mi tulajdonképpen nem egy konkrét küldetésre készítünk fel asztronautákat, hanem egy életpályát, egy karriert ajánlunk ezeknek az asztronautáknak, és majd a következő diában meglátjuk, hogy ez miért is nagyon fontos. Úgyhogy nekünk egy releváns, egy folyamatosan frissülő, egy teljesen tiszta és időben is megfelelő méretű, megfelelő hosszúságú tréninget kell megalkotnunk. Tehát nem tréningezhetünk asztronautákat mondjuk 10 évig, ugyanis ez felveti az egészségügyi alkalmasságnak a kérdését is. Ugye az asztronautáknak évente, fél évente, bizonyos időközönként újra és újra számot kell adniuk az egészségügyi alkalmasságokról, ugyanis az egészségügyi alkalmassági, mindig azt szoktuk mondani, ez egy úgynevezett snapshot, egy kép arról, hogy éppen aktuálisan milyen az asztronauta állapota, és azokat a faktorokat veszük figyelembe, hogy ez az állapot, ez milyen eséllyel és milyen időközönként eshet át különböző akár pozitív, akár negatív változásokon. Úgyhogy visszautalva arra, hogy miért fontos az, hogy mi egy olyan asztronauta magot építsünk ezekhez a távoli célokhoz, akinek hivatása az űrhajózás, és nem egyemberes hősöket, nem egyszer felküldött asztronautákat szeretnénk kiképezni, hanem akár ahogy az orosz vagy az amerikai űrprogram esetében olyan űrhajósok kiképzését választottuk, akik hivatásszerűen űzik ezt, és ezáltal ők olyan kompetenciákat tudnak elsajátítani, amelyekben hatalmas szerepe van a tapasztalatnak. És itt szeretném egyébként kicsit kiemelni azt, hogy egy képzés közben adhatjuk a legjobb könyveket, adhatjuk a legjobb prezentációkat, de mi mindig azt szoktuk mondani a repülésben, hogy the learning is an active process, ami azt jelenti, hogy hogy a tanulási folyamat az mindig aktív kell, hogy legyen, tevékeny folyamat kell, hogy legyen. És ez a tevékenység az, ami aztán egyfajta tapasztalatot ad az űrhajósnak, és ebből a tapasztalatból, a tudásmagból, amit elültettünk benne, tudja megnöveszteni azt a képesség csomagot, amit aztán ő fel tud majd használni a gyakorlatban az űrrepülések során. És ezért nagyon fontos az, hogy mi olyan hivatásos űrhajósokat szeretnénk kiképezni, akik nem csak egyszer, hanem többször fognak a világűrben járni, és ezt a többszöri tapasztalatot felhasználva tudjuk őket egyre jobban és jobban terhelni, tudunk nekik egyre komplexebb feladatokat adni. Ugye itt most az utóbbi Crew Dragon küldetés során merült fel az, hogy az egyik űrhajós az még nem járt a világűrben, ezért neki hosszabb időre volt szüksége, hogy adjusztálódjon ehhez a teljesen extrém mikrogravitációs környezethez. Azok az űrhajósok, akik már jártak a világűrben, ne adj Isten, esetleg már átéltek életveszélyes szituációt is, sokkal könnyebben, sokkal gördülékenyebben tudnak alkalmazkodni az egyre viszontagságosabb körülményekhez. Úgyhogy itt még a KSA-ről annyit szeretnék mondani, mert hogyha valaki ennek utána néz, akkor tényleg láthatni azt, hogy mi ezt a három kategóriába soroljuk a kompetenciákat, a knowledge, skill és attitude. Ugye
a knowledge az, amit mi át tudunk adni könyvek, prezentációk által, mint ami például most is történik. Itt most valakinek ugye tudása lesz, tájékozódni fog az űrhajós képzésekkel kapcsolatban. A skill minden az, ami a gyakorlati tudás, amit ez alapján, a tudás alapján tudunk kifejleszteni. És az attitude, tehát maga a hozzáállás, na ez valami, amit mi sajnos direkt módon nem tudunk befolyásolni. Ez egy teljesen indirekt tényező. Igazából mi akkor örülünk, hogyha van mérhető változás az űrhajós jelölt attitűdjében a tréning során. Tehát mi látjuk azt, hogy őt a kiválogatás során felmértük, megismertük, tehát tulajdonképpen ez a kiválogatást úgy is föl lehet fogni, hogy itt, ahogy itt már említettük, itt nem arról szól, Szentpéter Laci említett, hogy nem arról szól, hogy itt az orvosok most cseszegetni szeretnék a jelölteket. Itt ez arról is szól, hogy megismerjük egymást, hogy fel tudjuk mérni a lehető legpontosabban azt a tudást, képességet és attitűdöt, ahonnan indulunk. És amikor ezt felmértük, ezt tudjuk továbbfejleszteni, és mi akkor örülünk a legjobban, hogyha az attitűdben is látunk változást, ugyanis ekkor biztosak lehetünk abban, hogy valamilyen tanulási folyamat, akár negatív, akár pozitív, de végbe ment, és ilyenkor aztán tényleg kezet rázunk saját magunkkal, hogy egy olyan tréningprogramot sikerült kidolgozni, aminek van értelme is, azon kívül, hogy hosszú és komplikált. Itt egy kicsit megnézzük egyébként magát azt, hogy hogyan épül fel ez a tanulási folyamat, amit mi szeretnénk elérni az asztronauták közben, vagy asztronauták számára. Ugye az első legalsó alap az csak arról szól, hogy ők emlékeznek egy tudásra, vissza tudják ismételni, a vizsgákon, a teszteken be tudják x-elni, és amikor beülünk egy szimulátorba, erről beszéltünk, természetesen nem feltétlen űreszköz vezetésről beszélünk, ugye nagyon fontos az, hogy mi ez alatt a program során mi tudósokat keresünk, tehát kutató űrhajósokat, tehát ők nem feltétlen fogják vezetni vagy parancsnokolni ezeket a űreszközöket. Itt leginkább arról beszélünk, hogy ők tudnak emlékezni a különböző procedúrákra. A második pont az pedig az, amikor ők már megértik ezt, tehát nem csak végigcsinálják az adott checklistát, nem csak végig vezetik az adott procedúrát, hanem ők értik is azt, össze tudják kapcsolni a tudással, hogy azt egy adott helyzetben pontosan miért is kell alkalmazni. A harmadik pedig az úgynevezett application, és akkor itt most nagyon sokan vitatkozhatnak, hogy rendben van, de hát az előbb mondtam azt, hogy ha értik, akkor ők azt tudják alkalmazni is. Itt az application leginkább azt jelenti, hogy ő a több checklistából ki tudja választani a megfelelőt. Tehát maga az applikáció az itt azt jelenti, hogy van egy esetleges vészhelyzet, van egy esetleges bármilyen helyzet, és ő a több procedúrából ki tudja választani azt, hogy éppen melyiket kell alkalmazni, melyik a helyes alkalmazás. És ahova mi el szeretnénk érni az asztronautákkal, mert hát ugye azt láttuk, hogy azért ez egy nagyon komplex, viszontagságos környezet, amiben nekik működniük kell, és nagyon sok pszichológiai és fiziológiai viszontagságoknak tesszük őket ki. A legfelsőbb szint az az úgynevezett korreláció, ami azt jelenti, hogy olyan helyzetek, amikor olyan helyzetek alakulnak ki, amik esetleg nem voltak a tréning során, olyan komplex hibák alakulnak ki, amiket egyszerűen nem is lehet szimulálni, mert nincs idő a tréning során leszimulálni ezeket. Tehát elmegy a hidraulika, közben szivárog az oxigén, esetleg van még egy pörgés az űrhajó fedélzetén, akkor ő korrelációt tud vonni a különböző procedúrákban, ezeket a következő különböző procedúrákat ő osztályozni tudja fontosság szerint, és fel tud mérni egy tervet. Ezt mi tulajdonképpen a repülésben, ugye, illetve az űrrepülésben is, threatened error managementnek hívjuk, hogy felmérjük azt, hogy mik a veszélyforrások, és ezekre mi milyen plan alapján fogunk reagálni. Úgyhogy zárásképpen igazából itt a tréninggel kapcsolatban, ugye a tanulási folyamatnak, vagy az, amit mi a kiképzés során használunk tanulási folyamatnak, ugye a komponensei az tényleg az, hogy releváns, amit mondtam, hogy amikor a Földön vagyunk, akkor igyekszünk a legmarkánsabb pontokat, amennyire tudjuk ismételni. Nagyon fontos az, hogy folyamatosan pozitív visszacsatolást adjunk az űrhajósok számára. Ugye azt láttuk a pszichológiai előadás során, hogy nagyon fontos az, hogy az érzelmi stabilitásuk meglegyen az űrhajósoknak, és legyen nekik sikerélményük, pozitív visszacsatolásuk. Nagyon fontos az úgynevezett primacy. A primacy azt jelenti, hogy amilyen tudást mi átadunk, annak helyesnek kell lenni
azonnal. És itt most nagyon sokan, ugye, amikor egy ilyen képzést elkezdenek, akár a polgári repülésben, akár a asztronauták során, asztronauta program során, azt szokták mondani, hogy úristen, már megint van egy teszt, és ez csak azért van, hogy mindig a alkalmasságomat nézzék. Nem. Egy asztronauta tréning során mi megbízunk a kiválogatásban. Igazából azt szoktuk mondani, ugye a NASA-nak is van egy ilyen szállóigéje, hogy failure is not an option. Tehát igazából a tréning során mi arra törekszünk, hogy az az űrhajós, akit kiválogattunk, és azt mondtuk, hogy alkalmas az űrutazásra, őt mi ki fogjuk képezni. És ennek a kiképzési folyamatnak a része az, hogy mi folyamatosan leellenőrizzük igazából saját magunkat, hogy az a képzési program, amit mi kidolgoztunk, az helyesen átadta-e azt a tudást. Tehát itt leginkább egyébként nem feltétlen az űrhajóst nézzük, akár itt kicsit kifordítva ezt a történetet, hanem leginkább saját magunkat ellenőrizzük vissza, hogy igen, az adott computer-based training, vagy adott előadás során nekünk sikerült átadnunk ezt a tudást. És természetesen a recency az megint csak nagyon-nagyon fontos, úgyhogy relevánsnak kell lenni, tehát a lehető legmodernebb technikák, amik éppen rendszeresítve vannak, mind-mind-mind rendelkezésre kell álljanak a tréning során. És akkor milyen fázisokból áll az Európai űrügynökség asztronauta tréningje? Ugye, ahogy mondtam, itt mi egy asztronauta magot szeretnénk megalkotni, így a felmért kompetenciákat kell elkezdenünk tovább és tovább erősítenünk, fejlesztenünk. Úgyhogy pontosan három fő fázisra bontható ez a fajta kiképzési rendszer. Az első az úgynevezett basic training. A basic training során tulajdonképpen annyi történik, hogy egy általános orientációt, egy általános tudást, képességet és attitűdöt, ugye indirekt módon próbálunk átadni az űrhajósoknak. Itt megtanulnak minden olyan alapvető szakmai dolgot, ami űrhajóssá teszi őket. Itt akár beszélhetünk a nemzetközi űrjogról, beszélhetünk egy olyan általános tudásról, amit akár a NASA űrtáborában is fel lehet szedni, aki volt esetleg, de hát ugye nem gondolhatjuk, hogy minden ember el tud jutni űrtáborba, nem minden jelentkező feltétlen ugye ezzel töltötte az eddigi életét, úgyhogy ez tulajdonképpen egy standardizáció, ahol mi átadunk minden alapvető tudást az űrhajósok számára, amit nagy valószínűséggel más helyekről nem biztos, hogy helyesen tudtak elsajátítani. Úgyhogy itt benne van természetesen a csillagászat is, az égi mechanika, és hogyha kicsit fizikai irányba menjünk el, ugye maga a túlélés is, tehát hogy a alapvető túlélési technikák. Ezt követi az úgynevezett pre-assignment training. A pre-assignment training az, ahogy a nevében is benne van, a küldetés előtti training. Tehát itt már nagyjából látjuk azt, hogy mi már az adott űrhajóst alapvetően ki szeretnénk jelölni egy adott küldetésre. Látjuk nagyjából a felmért kompetenciái és a bizonyított kompetenciái alapján, hogy milyen küldetésre tudjuk elküldeni. Ugye ez is elhangzott, hogy különböző küldetések különböző összetételű legénységet igényelnek. A pre-assignment training során tulajdonképpen mélyebb tudást kapnak az űrhajósok az Európai űrügynökség által rendszeresített, vagy a partnerei által használt eszközökből. Itt ki lehet akár emelni a Laci által említett Columbus kísérletező modult, ami ugye rendszeresítve van az Európai űrügynökségnél, tehát hogyha valakit mondjuk a nemzetközi űrállomásra küldenek fel, akkor ott egy alapvető elvárás az, hogy a Columbus kísérletező modult ő tudja üzemeltetni, tudja esetleg karbantartani. És a harmadik, egyben utolsó fázis, ez az increment training, ilyenkor már kijelölésre került az asztronauta a konkrét küldetésre, és itt konkrétan annak az adott űreszköznek, amivel ezt a küldetést meg fogják valósítani, a típus ismereteit sajátítja el. Itt kettő kategóriára lehet osztani az űrhajósokat. Vannak az úgynevezett repülés biztonság szempontjából vitális crewmemberök, és vannak olyanok, akik tulajdonképpen utasként vannak a fedélzeten, és nem érnek el se olyan rendszereket, amelyek a repülés biztonságot befolyásolni tudják. Ugye itt, hogyha megnézzük esetleg a Crew Dragonnak a felépítését, hát ott látszik az, hogy az utasülésből például, de akár ugye volt szó a Space Shuttle-ről is, ugye a Space Shuttle utasüléséről sem lehetett irányítani az űrrepülőgépet, ezért azok az űrhajósok, akik az utasüléseken foglaltak helyet, ott nekik a legfőbb szempont az igazából a űrrepülés fiziológiai hatásainak a passzív eltűrése volt, míg az a
legénység, aki a repülés biztonság szempontjából vitális, nekik folyamatosan meg kell őrizni az emberi teljesítőképességüket, a cselekvőképességüket az űrutazás teljes ideje alatt, ugyanis bármikor, hogyha emberi beavatkozás szükséges, akkor rájuk számítanunk kell tudni. Beszélt egy kicsit a Laci, és nem szeretném nagyon húzni az időt, ugye vannak nagyon jó küldetések, illetve szimulációk a képzés alatt. Az egyik ilyen az úgynevezett CAVES, ugye ez a Cooperative Adventure for Valuing and Exercising. Ez tulajdonképpen itt az történik, hogy egy barlangrendszerbe küldjük le az űrhajósokat, ahol izolált környezetben, csapatban, egy teljesen multinacionális csapatban kell együttműködniük, és ez a tréning tulajdonképpen azt szeretné szimulálni, hogy felkészíti őket arra, hogy amit Laci is említett, hogy nagyon szűk helyeken kell viszonylag pontosan és csapatban együtt dolgozni. Természetesen itt is és folyamatosan monitorozva van a teljesítő képessége az űrhajósoknak, és hogyha kell, akkor a oktatók részéről beavatkozások útján próbálják az űrhajósoknak a különböző képességeit egy bizonyos standardre húzni. A tréning lokációkat nézzük, ugye már említettem, hogy az Európai űrügynökség több partnerrel rendelkezik, ugye az egyik ilyen az amerikai űrügynökség, a NASA, ugye, vagy akár az orosz, a Roscosmos, úgyhogy ahogy látszuk is a térképen, nagyon-nagyon sok helyen, különböző űrközpontokban, letelepített szimulátorokban folyik a képzés, úgyhogy az, aki űrhajósnak jelentkezik, annak fel kell arra készülnie, hogy ez nem egy otthoni munkavégzés, hanem folyamatosan utazni kell. Ugye a lehető általában a különböző partnerek által világűrbe feljutatott eszközöknek a földi szimulációra alkalmas másolata az az adott partnernek a bázisán, az adott partner által fenntartott tréningközpontban található, úgyhogy oda természetesen el kell utazni. Itt akár egyébként kiemelhetem a Csillagvárost is, ahol ott található a Szojuz űrhajónak a egy az egybeni szimulátora, ahol a vészmentéseken keresztül az üzemeltetést lehet elsajátítani az űrhajósok által. Úgyhogy aki esetleg most így kedvet kapott, az mindenféleképpen töltse ki a jelentkezési lapot, ami elérhető online. 2021. március 31-e és május 28-a között lehet jelentkezni az Európai űrügynökség astronauta programjába, és nagyon fontos az, hogy ugyanitt nagyon sok mindent elmondtunk, hogy mi hogy látjuk, hogy a kiválogatás során minek kell megfelelni, hogy mi hogy látjuk azt, hogy egy kompetens asztronautának a képe, az milyen különböző elemekből áll. Viszont senki ne próbálja ezek alapján, a előadások alapján megítélni saját magáról azt, hogy ő képes-e űrhajós lenni, vagy pedig sem, hanem hagyja ezt azokra a szakemberekre, akik ott vannak az Európai Ügynökség berkein belül. Úgyhogy mindenki jelentkezését várjuk, és a jelentkezési folyamat során természetesen azok, akik alkalmatlannak bizonyulnak, ők majd kiesnek a rostán, de ne próbáljuk meg saját magunk eldönteni a jelentkezés előtt, hogy mi alkalmasak vagyunk-e vagy sem. Fontos kiemelni azt, hogy a jelentkezéshez természetesen beszélni kell tudni angolul, felső fokon. Fontos egy önéletrajz és egy motivációs levél. Ugye a magyar részről ugye magyar állampolgárnak kell lenni, vagy legalábbis az Európai űrügynökség tagállamai közül bármelyik tagállam állampolgárának kell lenni, és fontos az is, hogy kell, hogy legyen egy úgynevezett kettes osztályú orvosi vizsga, amit a magánpilótáknak szoktak ajánlani. Ez tulajdonképpen ennek nem sok köze van a űrélettanhoz, ez tulajdonképpen csak egy ilyen előszűrés azzal kapcsolatban, hogy az, aki teljesen alkalmatlan még akár kis repülőgép cselekvőképes vezetésére, akkor az már a kiválogatás első szakaszaiban kiszűrésre kerüljön. És fontos az is, hogy mivel kutató űrhajósokat keresünk, ezért MSC diplomával kell rendelkezni, és 3 év tapasztalattal abból a szerepkörből, amiben a MSC diploma tartozik. És nem szeretném húzni az időt, de fontos azt elmondanunk, és az Európai Ügynökségben nagyon-nagyon fontos a diverzifikáció számunkra. Ez azt jelenti, hogy bárkiből lehet asztronauta, aki alkalmas, aki megfelel az adminisztratív és egyéb feltételeknek. Úgyhogy van egy úgynevezett para-asztronauta projektünk is, hogy azok, akik mélynövéssel, végtaghiánnyal vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság táblázata által különböző sérülés kategóriába tartoznak, nekik is várjuk a
jelentkezésüket. Természetesen itt is meg kell felelni az adminisztratív követelményeknek, viszont mi szeretnénk egy olyan űrprogramot, egy olyan élhető jövőt létrehozni, ahol abszolút az emberiség nagykövetei, azok szinte bárkik lehetnek, akár férfi, akár nő, akár bármilyen fogyatékkal élő, vagy pedig nem. Úgyhogy szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmet, és azt is el szeretném mondani, hogy köszönöm szépen Botelőd elnök úrnak és Szentpéter Lászlónak is, hogy meginvitáltak engem ide ebbe az előadásba, és hát várom kíváncsian azt, hogy hány magyar jelentkező fog majd sikeresen végigmenetelni a kiválogatáson. Köszönöm szépen!